אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות בכרך א', חלק ראשון בעמוד א', צמצום וקו כולל בית פרקים. אות א', דברי הארי, ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. דה, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא בחינת סוף. מגיעת פונו הלינק, את עשרו יפין, תולטת תקזגי סטלט. שווה בהשוואה אחת והוא יצר אותה אתה מפיין תולטת כמינדן אז פרק הזו אין סוף נוקה פייניה בוט תת נם בוט אור מק סוף תת אסז אין סוף נוק נבסטיק תת מיג עצר תת תרצין צומר את הדגס וולושגות הפיין תולטת תקי תת הלו תלנט מניק מגדת תלנט ו és az egyszerű fény töltötte ki az egész valóságot. Nem volt üres terület, nem volt üres terület sehol, hanem mindenki volt töltve az egyszerű, végtelen fénnyel. Nem volt semmilyen fej, semmilyen test, hanem az orr enszoft töltött ki mindent. Az orpnimi, shel ot alef lemata. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה בש פיין בפונקול ושני אז אלשו נם תופסים לא מקום ולא זמן או קבלי בולצשיגה אז וואלובם נוהג בהם נם פוזיטירש אידוול נינצן שמיין változásnak helye itt az összes változás ami történik és le van írva ebben a bölcsességben az nem jelenti azt hogy megszűnik az első verzió, ami történt, és minden változás az kizárólag egy új forma hozzáadásában nyilvánul meg, és az első forma nem fog elmozdulni a saját területéről, és semmilyen és nehéz felfogni a fizikai kötelékekbe beszorítva térben és időben, hogy mi történik, azonban a szerzők pontosan csak a felső gyökének megfelelő pontokat mutatnak föl nekünk, és ezért előfizetéseket kell tennünk minden szóra, hogy annak a spirituális lényege felessen tárva, tehát a tér, az idő, a változások, ezek mind arra valók, hogy ezek a szavak valóban a helyes összefüggést tárják föl, és meg is kell érteni, hogy mit jelentenek, mert nincs lehetőségünk arra, hogy minden egyes alkalomra újra ugyanerről beszéljünk. Kérdések? De annak megfelelően, amit én itt értek ebből a részből, a forma az mindenképpen formaként kezd el felemelkedni, tehát minden forma az előző formából emelkedett föl, és mindig az a lényeg, hogy tehát hogyan formálódik meg ez összességében egymás után? Mert el tudnál ezt nekünk mesélni? Én nem tudom, miről beszélsz, mondja. Nem tudom, miről beszélsz. Tehát nyilván az azt jelenti, hogy az első forma nem tűnik el, és egy új forma jön. Ugye az én számomra az azt jelentette, hogy először a két dolog párhuzamosan megmarad. Az előző forma, és meg az új is. Hát természetesen. A formáknak van valamilyen sokasága. Tehát nyilván nekünk pontosan tudni kell, mivel dolgozunk. Tehát a szándékok mások voltak. Tehát nekünk vannak bizonyos különbségek, de ezek egymásra öltöztek. Nagyon sok párcfutit hozunk létre. És így érjük el az enzotnak a fényét. Oké, de akkor mit jelent a hozzáadás, mikor egy hozzáadott formuláról beszélünk? Hát az, hogy valami ráöltözik a parcufra, oké, de az mit jelent még egyszer? Nyilván egy új
vaskosság jelenik meg, és ennek megfelelően nekünk ott meg kell találni a korrekciót. Ez is ilyen módon egy új parcuf is születik. Oké, na akkor itt van egy viszony, ami a Kabala bölcsességének tanulásánál megjelenik. Tehát nekünk, tehát a tíz féle tanulmányában nyilvánvalóan ott még kevésbé lehet megérteni, miről szól, és hogyan lehet akkor a különfényt magunkra ölelni. Neked állandóan meg kell próbálnod megértened a szavaknak a helyes magyarázatát. Oké, de akkor nekem fontos tudjam a szavakat, hogy az annyira nem is fontos, nekem csak azt kell tudni, milyen vágyal íródtak. Nekünk állandóan ismételni kell ezt százszor, ezerszer, amíg mindenki meg nem barátkozik vele, hogy a szavak eredeti magyarázatából ki tud lépni, és állandóan az új magyarázat felé tud elmozdulni. De nyilvánvalóan időről időre nekünk korrigálni kell a magyarázatát a szavaknak. Ez a nagyon fontos. És ezt anélkül kell megtennünk, hogy valóban nekünk állandóan meg kell magyaráznunk, hogy mi az edény, mi a fény, mi a visszavert fény, mi a hiány, mi a resimó, a gágát, a náim, az ahab, a világ. Tehát mindenre alkalommal mi változunk meg, és ennek megfelelően egyre értelmesebb és korrigáltabb jelentését kapjuk a szavaknak. De nyilvánvalóan nekünk értelmesen kell tudnunk, hogy mit jelent ezek a szavak, és tudnunk kell, hogy mit jelölnek ezek a szavak, mik a spirituális jelentésük. Oké, mondja Niv. Oké, de akkor minden egyes jelentésnek egy vágyat kell tartalmazni, hiszen nekünk teljes mértékben le kell várni a kapnakarásunkról, és akkor nem meg kell memorizálni az elménkbe ezeket a szavakat, hogy, hanem egyszerűen nem kell úgy emlékezni, hogy ez le van odaírva. Nem. A tanulás az nagyon érzelmi, tehát nekünk nincs más anyagunk, mint a kapni akarás és a megszerzés, és ezt tudjuk megváltoztatni a fény hatására. Tehát az összes tanulásunk az arról szól, hogy hogyan tudjuk magunkra vonni a fénynek a fontosságát, a fénynek az erejét, és hogyan tudjuk ezt egy egyre nagyobb frekvenciával átélni. Oké, de akkor nekünk egy érzelmi tanulásba kell ezt vinni, hiszen érzelmeket kéne ezen keresztül megélni. Ez így van, mondja Rav. Tehát neked a belső érzéseiddel kell bekapcsolni ezeket, tehát neked érezned kell ezeket a vágyakat, az örömöket, és jó érzéseket tele lenned, amikor megérted, hogy mi hogyan működünk. Tehát lehetséges, hogy ez nagyon száraz lenne, hogy ne érintsük meg az érzelmeket is, hogy amit itt hallotok, meg láttok, meg amit értetek. Tehát ezeket, ami az érzelmeitekben vannak, azok nagyon fontosak, mert azt az érzelmekkel, meg az értelme így lehet megvizsgálni. Tehát ez jelenti azt, hogy hiszen a kapni akarást teremti meg a teremtő. Oké, de akkor mi az előnye annak, hogy minden egyes alkalommal azt érzem, hogy az én érzéseim talán nem jók, vagy helytelenek. Igen. Hát nekünk ezt minden alkalommal korrigálni kell. Hogyan? Ez egy másik kérdés, mondja. Ha ez, hogy együtt tanulunk, összekapcsolódunk, mindenféle cselekedeteket teszünk együtt, és akkor a tanulásunk az egy közel hozzánk a rendszert, megértjük, hogy a rendszer hogyan befolyásol bennünket, így haladunk előre. Igen, Benci? Balaszolam kifejti itt, hogy itt van egy probléma a kezdőknek, hogy nyilvánvalóan összezavar bennünket arra, hogy olyan szavakat használ, amiket egyébként a fizikai világ leírására használtunk. És igen, és akkor mit akarsz ezzel mondani? Tehát mondjuk, én
egy eszközön keresztül kapcsolódok hozzád, egy hangszeren keresztül, oké? És akkor ez az eszköz, mondjuk egy hangszer, vagy bármi más, mindenféle dolgot mér, és nem fogod érezni, hogy mit mérez, nem tudod pontosan, hogy mit mutat. Tehát mondjuk megmérem a te, akár még arra is képes, hogy ez az eszköz, hogy az érzelmeidet megméri annak hatására, amit én zenélek. De nyilván a te idegrendszeredet mérem, a te idegeidről kijövő dolgokat mérem, és mégis nekünk meg kell értenünk, hogy mit rajzolnak ezek a képek, mit mutatnak, milyen értéket képviselnek ezek a diagramok. Tehát ez nem olyan egyszerű, rajzol. Tehát most rajzolok egy ilyen diagramot, jó? Tehát itt van az idő mondjuk, itt van a távolság, itt ez lehet távolság, bármi más. Tehát itt van egy grafikon, ez a lényeg. Ez az értékenek a változásának megfelelően mutat egy állapotváltozási halmazt. Mondjuk a te idegrendszerednek a változását, például, de tök mindegy, mire gondolok, mondjuk. Tehát nem szükségszerű, hogy ezen a grafikonon keresztül minden spirituális jelenségnek a forrását meg tud ragadni. Hiszen itt nem térről beszélek, meg időről, mikor oda be van karikázva az a pont, hanem nézzétek, milyen magas itt valami. Mert én a jelenségnek a magasságáról beszélek, ami létezik benned. De ez nem feltétlen azzal lesz arányos, hogy hogyan ábrázolom ezt. Tehát ezen a módon, mondja Rav, én adok neked egy mérési lehetőséget a spiritusnak a mérésére. Tehát mondom neked azt, hogy mondjuk ez itt az erőfeszítés, mondjuk, mekkora erőfeszítést tettél. Tehát legyen az alsó viszintes vonal az a erőfeszítés, a második pedig az elérés, ugye? Tehát amennyire te előre akarsz haladni, ugye erőfeszítéseket teszel, ugye az időben, nyilvánvalóan ez az idő tengelye, így haladsz előre, és az elérésed az meg így fog, az eredmény az pedig ez, ami oda le van rajzolva. Tehát ezért mondom neked, hogy miután neked az elérésed mondjuk 6,8 P, ezért mondjuk 4,2 az elérésed. Most ennek nyilván semmi értelme nincs, amit rajzotra. Csak megmutatja az értékeknek ezt a fajta arányosítását. De nyilvánvalóan tudod, hogy hogy mértem, akkor fel fogod fogni, hogy mi van mögött az összefüggés mögött. Hát minden más tudomány ezt rendkívül módon használja, mert ebből lehet meglátni, hogy mit jelent a kollektív és az egyéni erőfeszítés, és minden, amit tanulunk a kabaláról, és mindaz, amit felfedezünk a kabalában, az arra hivatkozik, hogy mi a cselekedetben ismerjünk meg téged, Uram. Tehát amit nem érünk el, annak nem szabad, hogy nevet adjunk. Ugye ezt is tanuljuk. Tehát az van megadva mi számunkra, hogy csak azt tudjuk leírni, amit képesek vagyunk elérni. Tehát nyilván itt feltetni a kérdést, hogy akkor a kabalisták például egy kört rajzolnak, és az neki az Ein Sofnak a fénye, és van egy vonal, ami leereszkedik a közepéből, és a széléről összeköti az Ein Sofot, ez egy vonal, és ezekben vannak a világok. Hát hogy lehetnek világok ezen a vonalon? Hát nyilván nem a ábrázolás lényege a lényeg, hiszen ez az Adam Kadmonnak az erejét mutatja. Ugye bele van, itt van az Acilut, a Bria, Jetszir és az Asszia. Ezek mindazon az egy vonalon vannak rajta, amik felülről lefelé leereszkednek. Ez a kicsiny pont, ez egy világ? Mert így ábrázoljuk. És akkor azt mondod, hogy csak, hogy értem. De mit értesz? Hát semmit sem értesz. Csak ebből a képből valamilyen módon egy viszonyba kerülsz azzal, amiről én beszélek. Tehát mondjuk mondhatod, hogy ezen a ponton
van egy ilyen mérőeszközöd, amivel, mit tudom én, megmérsz 5 mikront valamiben, most lényegtelen. De mondjuk legyen 3 milliméter, lényegtelen magyarabb, hogy mit, hogyan mérsz. Tehát látnod kell, te hogy kell, hogy viszonyulj mindehez. Tehát neked a vágyakról kell beszélni, hogy mit, és mi történik a vágyakban, milyen jelenségek történnek. Hiszen minden jelenség a vágyakban zajlik le, és valami mindig a vágyban történik. És mi, ugye van az ásvány, a növény és az állati szint, amiben mi be vagyunk foglaltatva, és ezért nekünk ugye meg kell látnunk, hogy hogy vagyunk kívül a vágyon, és hogy amikor tanulmányozzuk ezt, akkor kezdjük el megérteni a beszélő szintet. Tehát ez, és azzal beszélő szint, amikor kívül látjuk ezt az egészet. Tehát nyilván nekünk látni kell, hogy mi történik a vágyunkban. Tehát miért tanuljuk mindezt? Mert ez adja meg nekünk a bölcsességnek az erejét. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a vágyunkon belül valami befolyásol bennünket, amin keresztül a vágy megváltozik. És ezért részekre kell ezt osztani, és ez a felosztás az alapvetően úgy működik, hogy fény, és árnyék. Ugye sor és alef, bet, gimel, dalet, ugye, és a fény és árnyék ugye azt jelenti, hogy fény és az őt lekövető árnyék, azaz az edény. És az egyetlen probléma az pedig az, hogy hogyan lehetünk közelebb a valóság helyes érzékelésére. Hogyan tudjuk ezt felfogni helyes módon. Ami nincs az elérésünkben, azt nem tudjuk, arról nem tudunk beszélni. Nem tudunk beszélni. Azonban, itt egy nagyon fontos komponensek is megjelennek ebben. Tehát amikor én megtanulom a befolyást, a fénynek a befolyását és az elsődleges hatását a vágyra, tehát amikor én megtanulom ezt, az kizárólag annak érdekében történik, hogy egy kölcsönös befolyásba legyek, és itt jelenik meg az énem. Tehát amikor én megtanulom a kölcsönös befolyást a vágy és az edény között, akkor én az egész kutatásom az végső soron annak érdekében történik, hogy ezt a P-t, ezt az erőfeszítést meg tudja mérni, hogy ez milyen erőfeszítés, hogy áll kapcsolatban az eredménnyel. És ilyen módon megjelenik a belső erő, amely kötelezi ezt az egészet, hogy egy bizonyos kapcsolatban legyen, hogy képesek legyünk befolyásolni egymást, hogy hogyan lehet. Tehát nekünk ismerni kell a rendszert. El kell kezdenünk a rendszer ismeretén keresztül kontrollálni a rendszert. És ez a rendszer, ez az egész világ ebben a rendszerben van befoglaltatva. És a kabala bölcsessége is erről szól. Na, folytassuk. Tehát belső fény. Az első pontnál leszünk. A spiritus idő formája kellőképpen magyarázatot nyert lentebb a hiszlagot primit végén, a még kezdő szónál. A kettes pont, vagy azon orr, amely a teremtő acmutójából árad ki, tudnod kell, hogy az összes név és elnevezés, mert csak előfordul a kabala bölcseletében, az nem a teremtő acmutójában, hanem csak az acmutójából kiáradó fényben van belefoglaltatva. Azonban az acmutját érintően semmilyen szavunk nincs. Vagy nem lehetnék hangzatunk sem róla, mert a szabály az, hogy amit nem érünk el, annak nem ismerhetjük a nevét, és nem is mondhatunk semmit a nevéről. És erre emlékezzünk, ahogy haladunk tovább. Itt mi eljutunk, mondja Rav, az érzékelésének a határvonalára, nem tudjuk felfogni, hogy miről van itt szó. Hogy a
Tehát csak a jelenséget fogjuk tudni elemezni magát. Én nem tudom, hogy a fény mondja rá. Én tudom, hogy amit én... Tehát tudom, hogy ez a, ezt a jelenséget fénynek nevezzük, ami befolyásol bennünket, de ez olyan, mint az elektromosság. Én nem tudom, hogy az elektromosság egész addig, amíg nem látom a hatását. Amíg be nem dugom egy dróton keresztül bármibe az elektromos hálózatot, mert akkor fedezhetem fel, hogy mi történik igazán. Mert a jelenségek nélkül, ami feltárul, én nem mondok semmit. És ezért semmit nem mondhatok, ami körülöttem történik, vagy semmivel többet nem mondhatok, mint a jelenségnek a lényege, ahol én érezhetem, hogy mi történik. És nyilvánvaló, hogy így ez így működik, mert miután én egy teremtmény vagyok, ami nyilvánvalóan én a felső erő által lettem létrehozva, és ezért én nem tudok fölemelkedni a teremtményi mi voltomnak. Tehát végsősorban én teremtett lény vagyok, és ugye van ez a szó, hogy Bore, gyere és láss. Tehát ez a jelenség nyilván ez... Tehát nyilvánvalóan... Tehát végső soron, amit tudok mondani, hogy valamilyen kapcsolatba tudok belelépni, de nem tudom milyen kapcsolatban, nem tudom, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Tehát dolgok közötti kapcsolatot tudok föltárni a nevek alapján, és látnom kell, hogy a befolyásolás az egy furcsa reakció mentén működik, és ezt kell megtanulnunk, hogy ez egy fekete box tulajdonképpen, és most látnunk kell, hogy többé-kevésbé tehát nyilván valami egyfajta viselkedést formál ez meg, hogy mennyire értem meg a dolgok közötti viszonyt. És ez az, amit a Kabbala bölcsességében tanulunk. Igen. Én csak szeretném megérteni, hogy vagyok én, van a kapni akarásom, van a fény, vagy én vagyok a kapni akarás, vagy a fény az, a maga is a kapni akarást, a fény építi fel, hogy működik ez? Rav. Hát te kapni akarás vagy, másnak nem látod magad, de nyilvánvalóan, amikor elkezdesz tanulni, akkor oldalról kell magad látni, nem feltétlenül azonosítani kell magad ezzel a problémával, mert ha oldalról fogod látni magad, akkor ugye érdekes jelenséget fogsz látni. Ugye, mert az értelmedet is kívülről fogod látni, tehát amikor képes leszel fejleszteni az értelmedet, ugye ez nem kapcsolódik közvetlenül a kapnakaráshoz, nyilván megszorítások vannak a kapnakaráson, fölé tudsz emelkedni, és nyilvánvalóan elkezdesz tanulni úgy is, hogy ezt én értem. Oké, de tudjuk, hogy van a fény, meg van az edény. Tudjuk, hogy van a kapnakarás, meg az adományozás akarás. Tehát akkor hol van az az én, aki ki akar lépni a kapnakarásból, és aki keresi önmagát? Az hol van? Ki az? Nézd, az értelmet ki hozta létre. Tehát nekem a fény alapján kell tesztelni magam. Oké, de minden honnan jön érkezik? Tehát honnan tudhatom ezt? Én a házigazdával vagyok szemben, magyarok. Ezt kell látni. Tehát, hogyha én vagyok ásványi növény állati szinten, nyilvánvalóan látom, hogy a házigazda az nekem kaját, tehát bármi, amit nekem ad, azt én megeszem. Ugye pontosan úgy, hogy mind a kutya gazdája. Tehát nekem nincs válaszom, szégyenkedésem, semmi. Teljesen addig, amíg az állati szinten vagyok. És etet engem, és hozzákapcsolódom. De van egy magasabb fejlődési pont is ennél, amikor kapok valamit a házigazdától, amitől elkezdek szégyenkezni. Én érzem, hogy ő szeret engem. Elkezdem érezni, hogy szeretnék én is visszaadni valamit neki az ő szeretetéből. És így fejlődik az értelem az érzelmeken belül.
Tehát így, hogy az értelem és az érzelem együtt működik, együtt kiépítenek egy valamit, amit Ádámnak neveznek. Ádám, az ő válasza erre a létezésre, az nem más, mint az, hogy fel akar fedezni a házigazdát, az urat, a teremtőt. Ez az, ahogy ő Ádáma válik. Meg kell értenünk pontosan, hogy az Ádám gyakorlatilag a teremtés folyamatában jelenik meg. Tehát ő a kapnakarásban fejlődik ki, mégpedig úgy, hogy fölemelkedik a saját edényeinek, amiben azonosította eddig önmagát. Tehát nyilvánvalóan ahhoz, hogy mélyebb vágyal tudjon belépni a forrásaiba, a gyökereihez, az Ádám, ehhez teljesen mást kell megélnie. Oké, de nyilvánvalóan az ásványi növényi állapés. Beszélő szint? Na, akkor folytassuk. Tehát és látszólag furcsa ez, hogy az itt mondottak alapján, ugye a világok meglettek volna teremtve, ha pedig ez így van, akkor miféle valóságról van szó, mert a fény ki kell, hogy töltsön. És ha nincsenek még világok. És egy dolog úgy áll, hogy összes világok, az összes lelkek meg léteznek, és amelyek majd meg lesznek teremtve, belétve valamennyi esetet, egészen a végső kijavításokig, ezek mind belefoglalhatnak az enyszobba, teljes dicsőségben és teljességben. Olyan módon, hogy általánosan véve két fő alapelvet kell, hogy megkülönböztessünk az előttünk lévő valóság vonatkozásában. Az első alapelv, mely szerint azok állandóak és ott léteznek az enyszobban maguk teljességében és dicsőségében. A másik alapelv, hogy miként rendeződnek, eleszkednek alább és újra meg előttünk a cincum alefet követően, az öt világon keresztül, melyeket úgy nevezünk, hogy Ádám, Kadmon, Acilut, Bria, Yetzira és Asia. És ahogy ezt Rav Ari megemlítette, a teremtő átmódjában kiálló felső fény kitöltött az egész valóságot, azaz az első alapelvben egész valóságot abból a nézőpontból, hogy azok elrendeződnek, és hogy ott vannak az enyszobban, még a cincumot megelőzően. És elmagyarázza Ari, hogy az Aurelion teljesen kitöltötte őket, olyan, hogy nem maradt bennük semmi olyan megerősödött tér, mely ez bármilyen tökéletességet és korrekciót hozzá lehetett volna kapcsolni. Azaz, hogy semmi nincs az enyszobban, vagy minden benne van. És aztán, hogy mi terjed ki, majd meg fogjuk tanulni, mondja Rav. De az összes világok és minden, egészen a kollekció legvégéig, az, mert ezt később megtanuljuk, mert az Alef, Bet és Gimel szintek, az Alef az már megérzi a teremtőt és adokozni akar, aztán a Gimelben ugye már kiderült is, hogy majd nem lesz idő. Tehát minden, ami létezik, az az ilyen módon létezik, és a mi természetünknek olyan módon kell megnyilvánulni, hogy nyilvánvalóan az enzo fényének fölé kell kerülnie mindenképpen ennek. És az enzofnak kell kitöltenie mindent. Mindent, az összes vágyat. Az összes formának, az összes jövőbeli formának így kell megjelennie. És nyilvánvalóan még nincs teremtmény, ez egy nagyon fontos. Tehát az, akik érzik ezt, aki elérhetné a világokat, aki kiértékelhetné az elérését, ez még nem létezik. És ezért a teremtmény az enyszó fényében, amikor megkezdi a cselekedeteket, akkor olyan területekre is be tud hatolni, amik azelőtt voltak, és azelőtt történéseket tartalmaznak, miért az ember megjelent volna egyáltalán a teremtésben.
Én egy pontot szeretnék megkérdezni. Én nagyon sokszor halljuk ezt, hogy egyszerű fény. Tehát az a fény, amit én ismerek, vagy miről szól ez? Hiszen a szónak a jelentése, tehát mit kellene tennem, hogy leváljak annak a fényképzetnek, az ábrázolásra, amiről az emberek általában látják a fény. Rav. Az adakozásnak az ereje, amely működteti a megszerzésnek az erejét, ezt nevezzük edénynek. Ezt fénynek is nevezzük, és ez az adakozási erő, az nagyon sok befolyást hoz, mindenféle módon, ami által az edény, az mindenféle formát fog majd fölvenni. Tehát nekünk tehát a forma az meg fog változni idővel, átszíneződik. Tehát mindenféle különböző formát tud majd fölvenni. Nyilván ezek spirituális formák, nem is nagyon tudunk róla beszélni. Tehát ezeket mind a fény csinálja és okozza. És ugyan először minden a fényben létezik, hiszen senki nem tud adakozni saját, amiben nincsen belefoglalt. Tehát először a fényt kell mindenképpen elfogadni. És nyilván utána pedig ez bele nyomódik valamilyen módon ennek az eredménye a Oké. Tehát egy egyszerű fény volt kitöltve, és az egész valóságot ezt töltötte ki. Tehát nekem van egy képem a fizikaiságból, hogy ez hogy fog megtörténni, hogy viszik el ezeket. Oké, tehát nekünk állandóan változni kell, és mert egy a lényeg, hogy a fény ez mindig az adakozást hordozza. Adakozás az az edény, amely megszerzés. És ez az adakozásunk a megszerzés, így mondom, kapcsolódik össze a szűrőn keresztül. Hát oké. Tehát felejtsd el, tehát cseréld ki a fejedben lévő fogalmakat, cseréld ki ezeket a fizikai elveket. Én értem a magyarázatokat, ennek ellenére nem tudom megtartani ezt, amiről beszélünk. Engedd el ezt az állapotot, és menjünk tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy mielőtt a világok egy üres terület keletkezett, amivel kvalifikáltuk az egész teremtést, hiszen az egész teremtést ez a fény töltötte ki. És nyilvánvalóan valamilyen majd hozzáad a kijavítás végén a teljességhez. Olyan módon, hogy általában két fő alapelvet kell megkülönböztetnünk az előttünk lévő valóság vonatkozásában. Tehát ugye nem fizikai helyekről beszélünk, így van. Tehát állandóan figyelmeztet bennünket arra, hogy ott volt egy hely. Tehát nyilvánvalóan mi ezt egy körnek képzeljük, ezek teljes formát adnak a mi számunkra. Tehát ez a kör, ez állandóan az Enzo fényében van kitöltve, és ez az, ahogy megjegyzik, mit jelent az, hogy később, meg előbb. Nyilván ezek állapotokat jelentenek, az egyik állapot az, ami előbb létezett, mint egy másik, és az egyik állapotból a másikból azok közötti összefüggés kapcsolja össze a köröket, és nyilván a fény néha is tűnik, és akkor a kör üres maradt, tehát, és érezni is lehet majd az üressége. Ez a cselekedet, ez megszorításnak, tehát amikor a fény ki van szorítva, tehát nyilván a fény eldönt, hogy elhagyja ezt a helyet. Miért? Majd ezt később megtanuljuk, mivel a hely, ahol ez a döntés megszületik, ez valóban messzire vezetheti a fény önmagában. Tehát itt azért észnél kell lenni nagyon. Belsevából kérdezi valaki, hogyan tudunk megkülönböztetni
valamit a fizikaiságban és a spiritualitásban, hiszen nincs tér és idő. Fiúk, ti egy problémáról beszéltek, ami foglalkozott benneteket, hozzátok kapcsolódott, és az egész addig megmarad, amíg a fizikai világot el nem hagyjátok, és a spiritualitásban nem léptek. Akkor az elérés, az egy érzékelés lesz a megszerzési vágyon belül, ott nyilván kialakulnak majd új edények, és akkor ahelyett, hogy amit most éreztek, hogy mi a tér, meg idő, meg mozgás, meg ez, meg fal, meg mit tudom, micsoda. Tehát ezek helyett, a szavak helyett magyarázatokat, érzékeléseket fogsz tudni megragadni. Miért? Mert a spiritás jelentése a sokkal jobban kifejeződik, sokkal stabilabb, sokkal lángolóbb és erőteljesebb, mint a fizikai jelentése egy szónak. És ezért többé nem lesz ilyen problémátok, ha ezt megérzitek. De addig lesz néhány zavarodott pillanatok. Tehát, hogyha ti... Nyilván most, ha ezt megvizsgáljuk, akkor rögtön megérti az ember. Hát mondd el valakinek, hogy mit gondol az asztalról, a székről, és egyéb dolgokról, akkor mond neked valamit, és a spiritás tartalmáról nem tud semmit. Tehát nekünk amennyire csak lehetséges, meg kell kísérelnünk, hogy ezeket a dolgokat úgy láthassuk, ezeket a formákat, a tanulás során is úgy tudjunk rájuk fókuszálni, hogy megpróbáljunk spirituális karakterisztikát adni mindennek. Dudi? Alexel Haifából kérdezi, mit jelent az, hogy a fény hiányzott maga után? Hát, tehát, most mit csinált a fény? Eltűnt. Hova ment? Hát a sarok mögé, nem látjuk. Mi csak azt látjuk, hogy a jelenség abban maradt, amit a fény okozott. Tehát ezért nekünk egyszerűen jobb úgy végig gondolni, hogy a fény elhagyta ezt az edényt, és nyilván az érzéseket hagyott abba a vágyon belül, hogy a fény elhagyta. Tehát egyszerűen azt érezzük, hogy most elment, kész. Tehát azt érzem, hogy ott volt fény, most pedig eltűnt onnan, és el is tűnik előlem. Tehát akkor jön ez a halálnak nevezett folyamat, vagy üres tér. Tehát ennek az érzékelése, hogy tehát hogy tudjuk azt elérni, ugye, mert resimónak nevezzük mindazt, amit a fény a bitussal felkelt az emberben, és nyilvánvalóan ez a fény, ami a teremtés kezdetén ott volt, ma is létezik, és valamire lehet is érezni, de azon a tényen kívül, hogy egy benyomásban élünk, és nincs is semmi más, mint ez a benyomás, ez nagyon érdekes. Tehát ez a fény, az pont azt jelzi, ami érezhető ebben az állapotban, hogy ott volt a fény, de nyilván ezek a benyomások a rosban, vagy akár a tokban egy másfajta időérzékes tesznek lehetővé, és az edény tulajdonképpen nem ebből, hanem az előzőleg elmondott dologból működik. Tehát de csak két dologban ezt tanuljuk meg, tehát a fény és az edény. Andrei Jekaterinburgból kérdezi, hogy mit jelent az, hogy a jövőnek, ne értettem a kérdést, nem folytatták végig. Tehát a lelkek, akik léteznek, nyilvánvalóan ez a fajta kapni akarás, ez valóban a kapni akarásnak egy magas szintje. Most azt, hogy mit tudunk kezdeni ezzel, az egy dolog, de a cselekedeten keresztül tudnia kell, hogy újra a karakterisztikában mérjük meg, mint az adományozni akarást, csak a kettő közötti különbséget is ki fogjuk mutatni. Tehát én például olvasni akarom az egész világot, mindenkit, ez egy normális, erőteljes életérzés, tehát hirtelen én befolyásolom őt azzal, amit engem úgy hívnak, hogy fény. Ahogy ezt mondtam, ezt megelőzően, mi csak a jelenség szempontjából tudjuk ezt lekövetni, a vágyon belül, és ennek eredményeképpen jön egy befolyás, nem is tudjuk, hogy pontosan milyen, meg honnan, de ezt csak elkezdem érezni, hogy én bizony adakozni akarok,
én akarom ezt kézben tartani, és én hozzá akarok adni ezt mindenhez. Tehát én érzem a fénynek a befolyását, és ennek megfelelően, amit eddig tudok, a fény pedig befolyásol engem. Ez az, ahogy mi működtetve vagyunk végső soron, és én nekem tudnom kell, emlékezem kell arra, hogy én ezt akartam, így akartam előre haladni, ezt akartam elérni, tehát nekem meg kell különböztetnem az edényemben belül bizonyos dolgokat, a fény befolyása előtt, a fény befolyása után. Nyilván itt sok változást fog okozni ez, de én minden változást, amit érzékelek az edényben, mert a fény okozta, ezt a fénynek fogom tulajdonítani, sőt, a fényt ilyen módon fogom elnevezni. Tehát hokma fénye, haszadim fénye, nagy fény, kis fény, külső fény, belső fény, egyenes fény, tehát nagyon sok fajta fény van, de minek megfelelően, a jelenségnek megfelelően, amit az eredményeképpen okoz az edényen belül. Tehát csak ezeken a belső cselekvéken keresztül ismerjük meg a Teremtőt. Igen, következő. Mit jelent az, hogy létezik, mert annak ellenére létezik, hogy micsoda jövő lesz megalkotva. Ha az adományozási akarás eléri az adományozási edények szintjén, igazi adományozási szinteket, tehát nem csak jobban érzi magát, hanem valóban ott van az adományozási edényekben, minden jutalom nélkül, ami magára irányulna, akkor ez a fajta adakozást Nesamának, léleknek fogjuk nevezni. Mihály Petetivából kérdezi, hogy mi a jelentése annak, hogy a kli uralja a fény. Hát a Kabbala bölcsesség erről szól. Az elmagyarázza számunkra, hogy hogyan vagyunk képesek adakozni, hogyan tudja az edény befolyásolni a fényt, hogyan tud közel kerülni ehhez, hogyan tudja ezt ilyen megdelejezni tulajdonképpen, hiszen amit tanulunk, az pontosan a megszerzésnek a tudománya, tehát hogy hogyan tud az edény megszerezni ezt a jóságot, hogyan tudja megszerezni magának. Gali Golánból kérdezi valaki, hogy mi a jelene annak, hogy az ember valódi akadásban vagy, vagy meg továbbra is megszerzi. Ha a csoporton keresztül van egy elérhető öröm, nyilván, ha a csoport is élvezi ezt, akkor ha tudom, ha tehetem, akkor én is részt veszek velük ebben az örömben, hiszen ezt spirituális örömnek nevezik, ha mindenki azért örül, mert adakozik. Tehát nyilván... Tehát a Gali Golánt kérdezi a kérdést? Tehát, hogy mondta Rafa, hogy nagyon jó kérdéseket tesznek föl. Egy izraeli kérdezi, név nélkül, hogy ezt most nem értettem, hogy mit. Tehát ha nekem van valamilyen fajta feltárlásom, elmondtam a barátomnak? Hát, hogyha együtt tanultok és tényleg össze vagytok kapcsolatban, akkor nincs probléma ezzel. Akkor nyugodtan feltáratod, hogy te mit értesz belőle. A 10 fél a tanulmánya mindenkinek, ki van nyitva, mindenki tanulhatja, semmilyen probléma nincs benne. Tehát nyugodtan beszéltek egymással is erről. Oké, okay, mondja Rav. Van még néhány kérdés? Miért befejezzük? Tehát csak meg szeretném érteni, hogy ahol most vagyunk, az Enszofnak a fénye, az kitölt a teljes valóságot. Ez a Máhut tulajdonképpen a megszólítás előtt? Ez így van, ez a Máhut a megszólítás előtt, ez igaz. Tehát a egyetlenosság van a Máhut, így van, mondja. Egy másik kérdés pedig, amit szeretnénk megérteni. Tehát van különbség a teremtett lény és Adam Harishon között, ez két különböző dolog, így van. Itt mondja, tehát amikor mi az emberekről beszélünk, nyilván ezek, akkor vágyakról beszélünk, és hogy ezek a vágyak, ezek elkezdtek fejlődni onnan egyetlen pontból, hogy az ásványi szintről elértek gyakorlatilag a beszélő szintnek az aljára,
tehát először jött az ásványi növény, az állat és a beszélő, de nyilván Ádám Harisson az a beszélő szinten jelenik meg. Tehát ő az első beszélő formula minden más emberlény ebben a világban, nincs még ezen a szinten. És nyilván ezért is én nem erről a világról beszélek, én a formákról beszélek, hogy mi hogyan formálik meg. Tehát mi a kapcsolatról beszélünk, hiszen spirituálisan Ádám Harisont azt... Ugye ezek hogy viszonyulnak egymáshoz? Tehát az első emberi lény, meg az első korrigált való teremtmény. A tíz felnek a tanulmánya, ez gyakorlatilag Arira épül, annak a magyarázataira is, és a válaszolom kommentárokra, így van. Tehát Bálaszolom írt egy könyvet, tehát itt ezek az új edényeket ad nekünk, amiket itt írt, vagy fényeket? Hát mindent, magyarok. Hát mindent. Hát nyilvánvalóan leírt Arinak a szavait is, és nyilvánvalóan azt szerette volna, hogyha ezek elfogadásra kerülnek, Bálaszolom pontosan ezért próbálta elmagyarázni Arinak is a szavait is. Tehát ezek magyarázatok is azért arra, hogy olyan haladtunk előre. Ezért kérdezem, tehát mi az interpretációja mindennek? Ez nyilván egyfajta kommentárok lesznek Arinak a szavaihoz, amiket majd látni fog, hogy válaszolom, hogy ehhez a rendszerhez, és aztán majd látni fog, hogy ez mennyire nehéz. Tehát, hogy megértek egyszer, hogy mennyire nehéz ez az egész fordítási munka, vagy mennyire nehéz válaszolámot fordítani is, és tanítani, mert nem is fogjátok megérteni egyetlen mozdulatát sem, meg egyetlen gondolatát sem. Tehát... Közben itt már kérdezik az emberek, hogy igen, tehát egy nagyon komoly módon kell a kabala bölcsességét megfogni. Nagyon ismert kabalistákkal, akik oszlopai lesznek ennek a bölcsességnek. Méghozzá Bálaszolomnak mindenféle magyarázata nélkül is elkezd élni, és nyilvánvalóan ennek az edényben kell megjelennie. Tehát nyilván meg kell nézni, hogy az ember mennyit tud hozzá. Tehát meg kell nézni, hogy mi van velem egy csoportban, és utána meg kell nézni, mennyi az végösszeg, és megnézni, hogy holnap folytatjuk ezt az első részt, tehát kezdjük el kicsit jobban megbarátkozni ezzel, tehát a szavakkal, és a kérdésekkel és a válaszokkal. Az első rész a tízféle tanulmányának az egy helyes megközelítése, és az egész kabala bölcsességet lefekteti, mint egy... elrendezi ilyen módon. És akkor most jönnek a bejelentések. Egy kongresszus lesz ezen a vasárnapon, ez ilyen mini kongresszus. Tehát az összes nézőt hívunk erre a globális mini kongresszusra. Először jön a Yeshiva Taverim, utána pedig utána lesz egy lecke, a Lajtmannan, és lesz egy ünnepi kaja, az pedig mindegyiket sugározzák a szívot tován. Tehát bevezető leckesorozat Ravval. Tehát, hogy ez egy este, ami képesek leszünk jobban megérteni az életet a kabala bölcsessége alapján. Mondták, hogy hol van, az Aravában lesz. És mi mindenkit hívunk egy teszleckére holnap este, és ezt a sivatován fogjuk közvetlenül, tehát hétfő este is lesz tesz. Hát. אשרי הנער שהזכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
אשרי התאף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי התאף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה, אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה, אשרי העם שכחן לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שכחן לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן, אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כל, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כל.